26 ország csaknem 100 szervezetének közel 200 képviselője az Operaházban és az Eiffel Műhelyházban. A brüsszeli székhelyű európai operaházakat és fesztiválokat tömörítő Opera Európa most Budapesten segítette a színházi szakterületek képviselőinek tapasztalatcseréjét egy konferencián. I have learned a lot with people, their job, and it's great. Always interesting to see what other theaters are doing. Opera has already proven its ability to survive and adapt many times. A többi rangos szervezet közt a Bajor és a Bécsi Állami Operaház, a Londoni Királyi Operaház vagy a Milánói Scala képviselői építhették például kapcsolataikat francia, magyar, vagy mondjuk brazil, chilei, izraeli, esetleg Új-Zélandról érkezett kollégáikkal. Szerettük volna, hogyha az Opera Európa konferenciája visszatér, mert 2009-ben voltak itt utoljára. Minden évben van két nagy konferencia. Ez az őszi évadkezdéses időszak után első konferencia szokott lenni a nagyobbik. Valójában minden szépen összejött, hogy most 22 őszén egy olyan pillanatban érhetnek ide, amikor a Bánk Bánt, ami Erkel muzsika, amikor a Mayerlinget, ami Liszt muzsika, amikor a János Vitézkét, ami Kacsó muzsika a gyerekelőadásunk, illetve majd a Didó és Éneászt, ami egy diák előadásunk, is meg tudják nézni. Opera Európa konferenciának legutóbb 2009. októberében volt házigazdája a Magyar Állami Operaház, amikor a rendezvény résztvevői a 2008-as gazdasági válságra adható lehetséges válaszokat vitatták meg. Most az integrálás és bevonás volt a téma. There's a little bit worried when we called this conference Integration and Inclusion, partly because they're abstract English words. I was afraid that it would deter people from coming. Fortunately, that's not been the case. The integration element of it is something that I felt very strongly when I came here almost exactly one year ago for the opening of the Eiffel Art Studios. The whole idea behind this building, it's a performance space, but it's also a workshop space and an education center and a meeting space. You realize that is integration. A háromnapos konferencián az opera oktatásban betöltött szerepéről, az opera műfajának népszerűsítéséről, a társulatokon belüli képzési formákról is szó esett, összesen 17 különböző kerekasztal beszélgetésen és fórumon. A Magyar Állami Operaház részéről Almási Tóth András művészeti igazgató több az opera műfajának népszerűsítéséről szóló eszmecserén is részt vett. Kijártam, voltam Madridban is, Zürichben, meg egyéb helyeken ezekre az Opera Európa eseményekre, és nagyon sok kapcsolatot lehetett alakítani, amiből most is profitálok, mert például a jelenlegi genfi igazgatót azt egy ilyen Opera Európa meetingen ismertem meg, aki aztán később genfi igazgató lett, és vele hoztuk össze ezt a következő bemutatónkat, a Háború és békét koprodukcióban. Tehát az valójában egy ilyen Opera Európa találkozónak köszönhető. A háromnapos konferencia résztvevői az opera repertoárián jelenleg futó, már említett magyar vonatkozású előadásokat is megtekinthették, melyek nemzetközi megismertetése a Budapesti Dalszínház egyik fontos célkitűzése, különös tekintettel Erkel Bánk Bánk című operájára, amit az indiai turné után az Opera Európa résztvevőinek is előadtak a művészek, és amire most közel 140 konferencia vendég volt kíváncsi. Nagyon izgalmas, ugye szerencsére az utolsó pillanatban tudtuk meg ezt az információt, nem volt idő nagyon rá stresszelni erre a dologra. Én friss élményekkel jöttem haza most Mumbai-ból, és nagyon-nagyon jól fogadták. Én bízom benne, hogy itt is jól fogják fogadni. A nemzeti szerzőnk egyértelmű útmutatásokat ad a zene nyelvén is, tehát érezni fogják, hogyan viszi el őket előre a cselekményben, és hát ehhez ilyen kiváló kollégákkal szerintem megfelelően tudjuk interpretálni majd mindezt. A rendezvény részeként az Eiffel Műhelyházban beszélt Solymosi Tamás balettigazgató a fiatal kortól az operában oktatott balettművészetről.
és az Opera Gyermekkar, illetve a Magyar Nemzeti Balett Intézet közös bemutatója is hangsúlyt kapott. A panelbeszélgetések mellett a 2022-ben újra nyitó Operaház és a 2021-ben hivatalosan is átadott Eiffel Műhelyház funkcióit, valamint műszaki sajátosságait Józsa Anka üzemeltetési igazgató mutatta be. Szerintem nagyon szerencsésen alakult, hogy pont a felújítások után, tehát az Operát is frissen látják, az Eiffelt is frissen látják, hogy két ilyen világszínvonalú példát tudunk bemutatni a világ színházi közönségének, vagy szakember közönségének. Úgyhogy szerintem ezt nagy büszkeséggel lehet bemutatni nekik. Az opera és a balett műfajának a pandémiát követő reneszánszán fáradozó nemzetközi szervezet eseménye hajtóerő a magyar társulat mögötti gépezet eredményesebb üzemeltetéséhez, illetve a koprodukciók, a szakmai kapcsolatok és nem utolsó sorban a barátságok kialakításához is.